Szorgos kezek készítik az adventi koszorút a Nagy-Boldogasszony templomban Bátaszéken. Készülnek a várakozás időszakára az Úr eljövetelére. Fontos, hogy mi is megérkezzünk az Úr Jézushoz. Fontos, hogy mi is felkészítsük a szívünket, a lelkünket, mind spirituálisan, vagyis, tehát lelkileg, mind fizikailag is felkészüljünk karácsony ünnepére, Jézus születésének megünneplésére. Fizikailag akár abban is megmutatkozik, hogy nagy takarítást végeznek sok helyen, vendégeket várnak, sütnek, főznek, ez is egyrészt a fizikai felkészülés karácsonyra. De ugyanakkor Adventhez hozzátartozik a lelki ráhangolódás, a lelki fölkészülés. Jön az Úr, kérdés az, hogy én megyek-e oda, hogy találkozzam vele. Az Advent a bűnbánatnak is az ideje. Az Advent színe a liturgiában a lila szín, amely a bűnbánatra, a megtérésre szólít fel. Egy nagyon szép szimbólum Adventnek az adventi koszorú készítése. Itt Bátaszéken is kedves gondos kezek készítik a nagy koszorút, az adventi koszorút, amit szeretnénk a templom elé kitenni, az út mellé, hogy minél többen láthassák, akik erre e forgalmas út mellett elhaladnak, akár gyalogosan, akár biciklivel vagy autóval. És ezek a gyertyák advent négy vasárnapját jelképezik. Az adventi koszorú tehát kifejezi, közös ráhangolódásunkat adventben karácsony megünneplésére. Kifejezi az egységet is, hiszen a koszorú kerek formája szimbolizálja a testvériséget, az egységet. Sok-sok apró részletből, gajból készül szimbolizálja a közösséget, minden embert. Ez a koszorú legyen jele annak, hogy a világ világosságának a megszületését ünnepeljük, Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Legyen jele annak, hogy összefogunk, törekszünk segíteni, támogatni egymást, testvérként fordulva mindenkihez. Ebben az időszakban azonban kiemelten fontos, hogy segítsük a rászorulókat. Fontos, hogy megjelenjék a karitász, vagyis a, a szolgálat is. Az idősek felé való gondoskodás, idősekről való gondoskodás, a betegekről, a szegényekről való gondoskodás. Akár úgy is, hogy tartós élelmiszer gyűjtést tartunk itt a templomainkban, és törekszünk a nehéz helyzetben lévő családokat támogatni a karitász csoportunkon keresztül is, de ez országos szinten is lehetőség is van erre adakozni. Úgy gondoljuk, hogy mi törekszünk itt helyben, ami lehetőségünk adódik, lehetőségünk szerint csillapítani nehéz helyzetben lévő családok nehézségét. Tehát, a tartós élelmiszer csomagokat december 18 ig lehet leadni a Báta plébánián vagy a templomban. Nem nagy dolgokra kell gondolni, hanem a kicsi dolgokat nagy szeretettel tenni. Az adventi a gyertya fénye pici, de a sötétséget megvilágítja. Összefoglalva tehát advent örömüzenete az, hogy Isten fia érkezik hozzánk. Jézus neve annyit jelent, hogy Isten szabaddá tesz. Ő azért jön közénk, ma is, hogy szabaddá tegyen bennünket, hogy békét, örömet hozzon. Hogy Ferenc pápa mondja, Isten a közelség, az együttérzés és a gyengétség Istene. Ez advent üzenete, és advent ráhangol már bennünket karácsonyra, amely Isten szelítségéről, Isten gyengétségéről szól. Mint minden évben idén is szerveznek hajnali vagy más néven Roráte Szent Misét. Báltaszéken csütörtökönként reggel 6 órakor lehet ehhez csatlakozni. Vigyázzunk arra, hogy advent igazi üzenetét ne lopja ki szívünkből a túlzott vásárlásnak a láza, a túlzott fogyasztásnak a kísértése. Pontosak az ajándékok, de az igazi ajándék egymásnak akkor vagyunk, ha mi magunkat tudjuk adadni egymásnak egy mosolyjal, egy jó szóval. A lelki ráhangulódás nélkül nem igazán igazi a karácsony megünneplése. Kívánok mindenkinek szép adventet, és hiszem azt, ha megnyitjuk a szívünket az érkező Úr Jézus elé, akkor ő ajándékot hoz nekünk, békét, örömöt, és ezt a békét, ezt az örömöt kívánom minden családnak, minden hallgatónak és minden nézőnek.